Balaton lennén vagyunk az első Sekli kupán, ami hagyományteremtő szándékkal indult. Ez mind a díjazásban és mind a szervező hozzáállásában nagyon látszik. Sekli étterem második szezonját kezdi itt meg Balatonlellén, tavaly nyitottunk teljesen új csapattal, és idén úgy gondoltuk, hogy a vitorlás életet újra fellendítjük. Itt régen Lellén nagyon nagy vitorlás élet volt, és ezért csatlakoztunk mi is a Yardstick Trophy versenysorozathoz az első Sekli kupával, de nem titkoltan ebből szeretnénk hagyományt csinálni, és reméljük, hogy jövőre folytatódik ez a kezdeményezés. Tulajdonképpen ez egy egynapos túraverseny, ami egy olyan pályán zajlott, ami éppen a szélviszonyoknak megfelelő volt. Ez azt jelentette, hogy Balatonlelléről startoltunk, Szepezd előtt volt az egyik gólya, majd el kellett menni Ábrámhegyre, illetve vissza Balatonlellére. Ez 21 hajó teljesítette ezt a távot. A többi verseny, ami ezen a hétvégén zajlik, ismerve ez egy nagyon szép szám. Sokkal erősebb volt a szél, nagyon sok munkát adott nekünk. Az első szakaszban reffel kellett mennünk, utána kireffeltünk, de nagyon munkás verseny volt a mai. Ugyanakkor élvezetes is, mert a visszafelé jövő szakaszon spinákkerrel végre életemben először megsiklattuk ezt a hajót. Emberpróbáló viadal volt, én szerintem voltak benne hetes pöffök is a szélben. Kisebb hibáktól eltekintve nagyon elégedett vagyok. Csikó csapata miénk, az egész társaság tudja, hogy mi családdal megyünk, és a családot ismerősökkel egészítjük ki. Idén álltunk össze, ehhez képest egy ilyen szelet meglovagolni, nagyon büszke vagyok rájuk. Igazán lehetett dönteni a hajókat, taktikázni, szélcsíkok is voltak benne, pörgölődős volt, mindent ki lehetett használni. Én úgy gondolom, hogy a csapat szereti ezt. Nyilván érzetes, amikor jön egy hullámfröccs és végigmossa a hajót. Én azt gondolom, hogy a csapat már van annyira rutinos, hogy jól mentek a fordulók, és az eredményen is meglátszott. Szerintem mindenkinek tetszett, nagyon harcos volt. Én elégedett vagyok a rendezéssel és a versennyel is. Jó napot fogtunk ki, nem volt hideg, de jó szelünk volt. A csapat nálunk ugye a Bolero legénysége kitett magáért, főleg lányokból áll. Ők fizikálisan kicsit nehezebben bírják, de most rettentően bírták, és az eredmény is magáért beszél. Próbálunk mindenki ízlésvilágának megfelelően működni, mind az ételek tekintetében, mind a programok tekintetében, ami azt jelenti, hogy mint ahogy ez a verseny is, nagyon sok rendezvényt szervezünk ide, különböző összejöveteleket, bulikat a hajósoknak. Úgy gondolom, hogy ez jó kezdeményezés, a Somogy Megyei Vitorlás Szövetségnek a kezdeményezés a Yardstick Trophy, és
ez látszik abból, hogy megmozgat embereket bőven, így bennünket is. Örömmel jövünk a Jarszik Trophy versenyeire.